sajnos, ha mi lettünk volna győztesek, se valószínű, hogy jobbak lennénk elhatározásából. És azt mondta, ha legalább 1 millió imádkozó magyar marad, nem féltem a népem jövőjét. Hát kérem, hogyha Szent Annának az üzenetében ezt a megállapítást megmerem fogalmazni, annál inkább, mert Magyarországon létrejött egy nem szervezett, de mégis önkéntes emberi közösség, amely vállalta, hogy ennek az 1 milliós imádkozó magyarságnak a tagja lesz. Már többen vannak, mint 2 millió. Ezért bizalommal tekintünk ennek az Isten által 1000 esztendőn át Európát építő nemzetünknek a jövője elé, mert megvannak az érte imádkozó emberek, hol? Hát nyilván a családokban, ahol természetesnek tekintik,